azt mondtam, hogy két esetben rántunk fegyvert, ha kívülről támadnak, vagy belülről fegyverrel támadnak. Akkor abban a pillanatban lőni kell. De ha ez nem következik be, tehát kívülről fegyverrel nem támadnak, belül fegyveres harc nem robban ki, amit nem mi robbantunk ki, hanem a politikai ellenfeleink, akkor nem fogunk fegyvert. Ugye a szovjet csapatok kivonásáról én kezdtem el tárgyalni. A Gorbacsov arra kért engem, hogy ezt ne hozzuk nyilvánosságra, bár előttem intézkedett, hogy azonnal kezdjék meg. Mikor volt ez? Ez 88. Azonnal kezdjék meg a műhely munkát a katonák. Előttem beszélt a honvédelmi miniszterrel, és azt kérte tőlem, hogy a bécsi haderő csökkentési tárgyalások miatt ezt ne hozzuk nyilvánosságra. És én például belementem. Ez politikai műhiba. Miért nem szabad elkerülni egy politikusnak? Ugyanis ezzel, hogy mi ott megállapodunk, de megegyezünk abba is, hogy nem hozzuk nyilvánosságra, azt, ami ebben a döntésben a politikai lényeg volt. Azt veszíti el. Hát azt veszíti el. Thank you.